Elkezdődött a Tarisznyás Márton Múzeum műemlékvédelmi részének felújítása. A munkálatokat egy év alatt kell befejezni. Lezárult Kelemen Hunor államelnök jelöltségét támogató aláírások gyűjtése. Gyergyószentmiklóson 5140-en írták alá a jelölő íveket. Gyergyószentmiklós idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz. Ez alkalomból játékot is hirdette. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, tartsanak velünk! Régóta felújításra vár a Tarisznyás Márton Múzeum, hiszen egy része még az 1780-as években épült. A 3 évvel ezelőtt elindított Európai Uniós pályázat most ért ahhoz a fázisához, hogy az épület műemlékvédelmi részének nagyszabású felújítási és korszerűsítési munkálatai elkezdődtek. A kivitelező egy év alatt kell befejezze a beruházást. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Tarisznyás Márton Múzeum felújítása Gyergyószentmiklóson. A támogatási szerződést már 2017. júliusában aláírták, de azóta a kivitelezési tervre és a munkálatokra is 3-szor zajlott közbeszerzési eljárás, készült 11 terv ellenőrzési jelentés, és 5 engedélyt is ki kellett váltani, mivel műemlékvédelmi épületről van szó. Végre a munkálatok is elkezdődhettek. Hál' Istennek most már kivitelezési szerződéssel rendelkezünk, és a munkálatok is most már elkezdődtek. Azok a munkálatok, amelyeknek a tervezett kivitelezési ideje 12 hónap, és a tervezett teljes értéke, munkálat teljes értéke 2.360.000 lejt is meghaladja, amelynek 2%-os önrészként van kötelezettség a városnak, mint hozzájárulás, a többi finanszírozást az Európai Uniótól kapjuk a felzárkóztatási programból. Első lépésként a tetőzetet és a homlokzatot szeretnék felújítani, majd ezt követően a téli hónapokban a belső munkálatokra koncentrál a kivitelező Gyergyótekerő Pataki cég. A beruházás nagyon összetett. A Hargita megye északi részének vagy Gyergyószéknek lesz egy modern múzeumi épülete, megfelelő fogadótérrel, irodákkal, és a régi, a közel 150-160 négyzetméteres időszaki kiállítótermeivel, ami egy modernizált kiállítótermek lesznek. Ebben benne van, tehát a múzeumnak a felújítása, ugye, hát ez nem a teljes múzeumról szól, csak a régi épületéről, tehát az elalakú emeletes szárnyáról, és gyakorlatilag hát ez nem olyan írtó nagy falat, mint ahogy kellene legyen, de ez egy nagyon fontos lépés, mert azért az 1962 óta, mióta a múzeum ide költözött, egy ilyen nagyméretű, nagy lélegzetvételű, mindenre kiterjedő felújítás, tehát ilyen általános generál felújítása nem volt soha. A földszinten ezentúl nem lesznek kiállítóterek, de lesz egy osztályok számára kialakított rész, valamint egy kutatóterem is, és átalakul a fogadótér recepció is. A mozgássérültek számára külön illemhelyet hoznak létre, készül új kapu, és átépítik többek között a lépcsőt is. Tehát a munkálatok magukba foglalják elsősorban minden olyan beavatkozást, amely az épület, egyfelől az épület állagának a javítását szolgálják. Ez a kinti tetőjavítás, a kinti vakolat, nyílászárócserék, túl pedig benti átszervezések is vannak, újabb felületek alakítódnak ki, illetve a meglévők korszerűsítésre kerülnek, hiszen azt is tudni kell, hogy az épület 1760-as években épült, és mondhatjuk azt is, hogy egy 18. századi épület a 21. századi technikával lesz ellátva, hiszen a mai kor legkorszerűbb berendezésével fogjuk látni az épületet. Itt magába fogunk, tehát a munkálatok és a kiképzések majd magába foglalnak olyan beavatkozásokat is, mint a páraelszívó, vagy a biztonsági rendszerek, meg különböző megvilágítási eszközök és felszerelések is bekerülnek a múzeum épületébe. Valamint kinti területrendezési munkálatokat is tartalmaznak a munkálatok, mint amilyen például az utca felüli járdának, az udvaron levő járdának a kialakítása, az esővízelvezetésnek a problémaköre is. Elhangzott, ez csak a kezdeti lépés ahhoz, hogy a múzeum a térség és a város ékszerdobozává válhasson. Létezik ugyanis egy pályázati terv, amely az épülethez később hozzátoldott rész felújítását, valamint további bővítéseket céloz meg, ha sikerül erre is támogatást nyerni. Úgy gondoljuk, hogy a következő évszázadoknak
biztosítani tudjuk ennek az épületnek a fennmaradását. Igazából erről van szó, és hogy modernizáljuk a 21. századi elvárásoknak. Tehát, hogy a mikroklímája, a fűtés berendezése, a modern világító rendszere, tehát a munkatérnek a megfelelően felszerelt számítógépes, belső gyenge áramú, vagy akár a betörési biztonsági rendszere, tehát ezek a megfelelő modern elvárások alapján legyenek majd betelepítve. Az elképzelések szerint 2020. szeptember közepéig befejeződik a Tarisznyás Márton Múzeum műemlékvédelmi részének nagyméretű felújítása. Október 12-től lép érvénybe a vezetés közbeni mobilozásra vonatkozó új szigorítás. Ennek értelmében megnövelik a kiszabható bírságot a vezetés közben használt mobiltelefonért, vagy bármilyen más szöveg, fotó vagy videóanyag rögzítésére alkalmas eszközért. A tettenért sofőrt 6-8 büntető pontnak megfelelő bírsággal sújthatják majd. Ez azt jelenti, hogy 860 lejtől 1160 lejig terjedő büntetésekre lehet számítani mobilozásért. Az előírás nem csak a gépkocsi sofőrökre, hanem a traktorokat mezei vagy erdei utakon vezető személyekre és a kerékpárosokra is vonatkozik. Sikeres volt az RMDS által kezdeményezett aláírásgyűjtés Gyergyószéken, hiszen rövid idő alatt a vártnál többen jelezték, hogy támogatják Kelemen Hunor államelnök jelöltségét. Gyergyószent Miklóson a tervezett 3000-nél jóval több, 5140 aláírás gyűlt. Ugyanakkor a lakosság több megoldásra váró kérdésben is jelezte észrevételét, felvetését. Augusztus végén kezdték el a Kelemen Hunor államelnök jelöléséhez szükséges aláírások gyűjtését, és az idő rövidsége ellenére most már biztos, hogy a vasárnapi leadási határidőig országosan meg lesz a szükséges 200 ezer aláírás. Gyergyószéken is sokan megmozdultak ennek érdekében. Elsősorban köszönettel tartozunk a gyergyószékieknek, gyergyószentmiklósiaknak azért, hogy az elmúlt héten aláírtak, azért, hogy egy magyar államelnök jelölt induljon ebben a versenyben. Én azt hiszem, hogy ez a sok aláírás, a több mint 15 ezer aláírás, ami Gyergyószéken összegyűjtött ilyen rövid idő alatt, bizonyítja azt, hogy a gyergyószékiek igenis érettek politikai értelembe, tudják, hogy mi a különbség a között, hogy valaki azért indul egy választáson, hogy megnyerje a választást, vagy azért indul a választáson, hogy elmondja, hogy milyen problémákkal küszködünk mi, magyarok, milyen elvárásaink vannak a románságtól, a román politikumtól, akkor, amikor indítunk egy jelöltet. Gyergyószent Miklóson több helyszínen is gyűjtötték az aláírásokat, például rendezvényeken, köztéri standokon, és a megszokottnál is többen keresték fel az RMDS szabadságtéri székhelyét. Emellett sokan válaszoltak a Gyergyó területi RMDS elnökének felhívására is, aki kérte a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon a kezdeményezéshez, és lakókörnyezetében, munkahelyén, családi és baráti körében gyűjtsön aláírásokat. Az aláírásgyűjtés kezdésekor megfogalmaztunk egy számot, 15 ezer aláírást, 15.200 aláírásnál tartunk ma, tehát sikerült elérni ezt a számot. Gyergyószent Miklós esetében a múlt héten megfogalmaztam, ugyebár a sajton keresztül is, hogy 3000 aláírást szeretnék összegyűjteni a városba azért, hogy egy magyar államelnök jelöltje legyen a magyarságnak. Ez sikerült, tehát 5140 aláírás gyűjt össze Gyergyószent Miklóson. Ezt több mint 64 személy, önkéntes, vállalkozók, civil szervezetek segítették, és óriási köszönet ezért. Tényleg személy szerint én meg szeretném köszönni mindenkinek, aki rám írt Facebookon, aki megcsengetett, vagy megállított az utcán, hogy látta a felhívásomat, és úgy gondolja, hogy szeretne segíteni. Lehet, hogy 4 aláírást hoz, lehet, hogy 10-et hoz, lehet 20-at, lehet 30-at, vagy lehet 100-at, vagy 200-at, ezekből mind volt példa. A rövid idő ellenére minden eddiginél több aláírást sikerült összegyűjteni Gyergyószent Miklóson, és a környékbeli nagyközségek többségében is teljesítették a kitűzött célszámokat. Ez a kezdeményezés ugyanakkor lehetőség volt arra is, hogy a lakosság kifejtse véleményét. Nagyon sok jó vélemény érkezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan vívjunk ki több tiszteletet a románság részéről a magyarság iránt, vagy hogy milyen problémákra mutassunk rá, de ezen kívül természetesen az aláírásgyűjtéskor a helyi problémákról is beszéltek, és itt a városban elmondták a lakók, hogy tudják, hogy az elmúlt 11 évben nem az RMDS vezette a várost,
és tudják azt is, hogy az elmúlt években nagyon sok pályázaton keresztül segítettük, mint RMDS, hogy támogatás érkezzen a városba, de, és ezt köszönik természetesen, de arra kérnek, hogy kicsit serkentsük valahogy a városvezetést, hogy ezek a projektek megvalósuljanak, és induljon el Gyergyószentmiklóson, induljanak el a beruházások. Én nagyon remélem, hogy sikerül ezek elindítása. Mindenképp fogunk egyeztetni a polgármester úrral is, polgármesteri hivatal vezetőségével, hogy ezeket a problémákat kezeljék, hiszen nagyon sok ilyen jellegű észrevétel is érkezett az aláírásgyűjtések alkalmával. Az államfőválasztás november 10-én lesz Romániában. Újra megpályázza Borbój Csaba az RMDS Csiki területi szervezetének elnöki tisztségét. A tisztséget jelenleg is betöltő politikus azért szeretne továbbra a Csiki szervezet elnöke lenni, mert látja a fejlesztési lehetőségeket. Az RMDS Csiki területi szervezetének küldött gyűlése a tervek szerint október 18-án titkos szavazással 4 éves mandátumra dönt a területi elnök személyéről. Szeptember 17-én járt le a jelentkezési határidő, az elnöki tisztségre egyedül Borbój Csaba jelentkezett. 21. alkalommal csatlakozik Gyergyószentmiklós az Európai Mobilitási Héthez, amelynek központi eseményeként tartják és szervezik meg az autómentes napot szeptember 22-én. Ezt a napot megelőzően játékra hívta a lakókat a rendezvény szervezője. Autómentes napot tartanak Gyergyószentmiklóson szeptember 22-én vasárnap délután. Az ezt megelőző hét is a kampány része lesz, amelynek célja, hogy bátorítsa a lakosságot a közlekedés alternatíváira. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy még egy ilyen kicsi városban is, mint Gyergyószentmiklós, az alternatív közlekedési formákat és a környezetbarát közlekedési formákat is reklámozzuk, promováljuk, hiszen egy olyan világban élünk, ahol a környezettudatosság, a környezetvédelme az nagyon fontos és nagyon időszerű. Az autómentes napot megelőző héten játékra hívják a lakosságot. Egy-egy fényképet lehet megosztani a közösségi hálón szeptember 16 és 22-e között hashtag füstmentes Gyergyó megjelöléssel. A fotók tartalma természetesen az autómentes közlekedés kell, hogy legyen. A fényképeknek a tartalma, témája egész egyszerűen az kell legyen, hogy készítsünk fényképet vagy saját magunkról, vagy más valakiről, aki alternatív közlekedési formát gyakorol ezen a héten, ez alatt a hét alatt. Az autómentes nap az alternatív közlekedésről szól, de több programponttal is kiegészítették a szervezők a rendezvényt, hogy mindenki számára érdekes legyen. A kerékpáros felvonulást követően 3/4-6 körül, ahogy visszaért a felvonuló tömeg, aszfaltrajzolásra lesz lehetőség, monociklizést lehet kipróbálni, gólyalábazni lehet tesztelni a bikla, bicikliket, és hát ahhoz, hogy legyen jó hangulat, jó kedv, György Laciék fognak egy kis zenét előadni számunkra. A város önkormányzata, a művelődési központ és partnerei a művelődési ház előtti téren rendezik a programokat. Kedvezőtlen időjárás esetén a kültéri rendezvények elmaradnak, a fényképes játék viszont nem. A RoAlert rendszeren keresztül figyelmeztették a lakosságot, hogy szerda délelőtt Csíksomlyon tűnt fel egy medve. Az üzenetből a medve pontos feltűnési helye nem derül ki, csupán annyit közöltek, hogy a csíksomlyói zónában láttak napközben egy állatot. Felhívják ugyanakkor a lakosság figyelmét, hogy ne közelítsék meg a vadat, ne próbálják meg lefotózni vagy filmfelvételt készíteni róla. Csíksomlyon és környékén nem ritkaság a medvék megjelenése. A közelmúltban számos alkalommal feltűntek a kirándulók által is szívesen látogatott helyszíneken, illetve okoztak károkat a családi gazdaságokban. A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői Olvasd el és játsz velünk címmel olvasójátékot szerveznek immár 6. alkalommal. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői évről évre kiemelt figyelmet fordítanak a kortárs irodalom népszerűsítésére, az olvasóvá nevelésre. Ezért idén is a 25. könyves szemlét megelőzően olvasójátékot hirdetnek a gyerekek és fiatalok körében, Olvasd el és játsz velünk elnevezéssel. A 6. alkalommal megszervezett olvasójátékon változtattak egy kicsit az előző évekhez képest.
Arra gondoltunk, hogy ne vetélkedő jellegű legyen, hanem inkább a játékot, az örömteli olvasás élményét biztosítjuk a jelentkezők számára. Ezért az első része a vetélkedőnek a jelentkezés, és hogy három fős csapatok jelentkezését várjuk, ezen nem változtattunk. A kijelölt műveket október végéig kell elolvasniuk a csapatoknak, akkor majd elektronikus formában kapnak egy elődöntős feladatlapot, amit közösen megoldanak és beküldenek november 1-jéig. A jelentkezőknek az olvasás népszerűsítő játék szervezői által kijelölt műveket kell elolvasniuk, majd olyan játékos feladatokat kell megoldaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak az olvasói élmények megosztására. A szervezők, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait és olvasói igényeit, több kategóriában hirdetnek játékot. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. November 7-én közlik a döntőbe jutott csapatok nevét. Ők ismét egy játékon vehetnek majd részt, ez viszont már nem lesz vetélkedő jellegű. Nem lesznek első, második, harmadik helyezések, hanem egy műhely munkára várjuk szeretettel ezeket a döntős csapatokat, ahol ugye a könyvhöz kapcsoltan egy kis játékban vesznek részt, és utána találkoznak a szerzővel. A kategóriánként első 15 jelentkező csapat az olvasásra kijelölt könyvet ajándékba kapja. 8-nál több csapat jelentkezése esetén október végén előválogatásra kerül sor. Grecsó Krisztián, Igaz Dóra, Keresztesi József és Weber Anikó legújabb köteteinkkel átrágniuk magukat a jelentkező csapatoknak. A szervezők, a pedagógusok és szülők segítségét kérik a vetélkedő népszerűsítésében. Voltak híreink szeptember 18-án. Köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!